Köszönöm. Viszlát! Viszlát! Bázis, itt a kettes ellenőrzési pont. 57-es lovas, pontban 8-24-kor. 75-ös lovas és 74-es, 8-24-10-kor. 36-os lovas, 8-24-15-kor. Hihetetlen, a második helyen állsz. Ha így folytatod, talán még héget is lehagyhatod. Mi? Ja, igen. Még mindig fáj neki a mellső combja mellett. Ügyes vagy, fiú. Ez az. A lova következetesen sántít. Ki kell zárnom a versenyből? Képes lenne kizárni? Nem diszkvalifikálhat. Most nem. Én vezetek. Nézze, uram, ez a munkám. Mi folyik ott? Indulnod kell, különben lemaradt a startról. Ne irkáljon, felfogta, hölgyem. Én döntök, nem maga szabja meg, hogy dolgozzak. A lovam nem sánta, folytathatja a versenyt. Adja vissza! Vigyázzon a lovam közelében, kislány, még eltapossa. Kérj bocsánatot. Nem mondom el kétszer. Markus, hagyd őt! Maradj ki ebből, Turner, neked semmi között hozzá. Nem értesz a szóval. Zavar, mit akarsz tenni? Hagyd már békén, fejezzétek be! Hé, pajtás, mi folyik itt? Miféle lovasokat engedett be? Jöjjön. Jól vagy. Csak hagyj végre békén, kérlek. Ingrid, kérlek, ne haragudj. Férnél vagyok, Markus. Férnél? Paul, a férjem, azt hitte, hogy viszonyom van egy kollégámmal. Nem volt igaz, de Paul megverte, kórházba juttatta. Ezért hagytam el, és ezért nem szeretném, ha lenne köztünk valami. Miattam nem kell aggódnod. Tudok vigyázni magamra. Paul rendőr. Nem kockáztathatok. Kedvellek, Markus, nagyon is kedvellek, de... folytatnod kell a versenyt. Kizártak a versenyből. Könyörögtem nekik, de diszkvalifikáltak. Mennyi időbe telik végezni a legelőkkel? Ó, pár hónapba. Hónap? Igen. Gondolj bele, milyen izgalmas kihívás. Inkább az ebédre gondolnék. Feltételezem Patrickkel. Miről beszélsz, hisz alig látjuk egymást. Tényleg? Ezt nem terveztük. Esküszöm. Elmegyek illesztésekért, addig láss neki a munkának. Persze. Szia, Patrick! Kate? Hé, jó hír. Már csak a határkerítés kapuját kell megjavítanom, és hoztam evédet. Ha visszajössz a jövő héten, talán lesz időm enni. Segítsek, miután végeztem. Ó, ez nem ér. Nem kéne meloznod a szabad idődben. Tudod mit? Már úgyis azzal szekálnak, hogy lógok. Ebédeljünk meg. Most, lent a folyónál. Jól hangzik. Gyere, kislány. Oké. Most már mennem kell, mielőtt két. Talán a tarkóján is szeme van. Ez nem két. Bázis, itt Pete. A harmadik ellenőrzési pontról. Folytassa. Hármas pont, harmadik futam. 22-es lovas pontban, 1 óra, 32-kor. Hú, jól belehúzott. Köszönöm, Pete. Te láttál itt lovast? Most jelented be egy nem létező lovat. Ki csalna egy távlovagláson? Ezek szerint a 22-es lovas. És ez az alak. És a győztes a 22-es lovas Freddy Garnier Andrea Piani. Ezt el sem hiszem. Szép volt, Freddy, gratulálok. Köszönöm.
tudjuk megoldani. Nos, Sharon megszedte magát, és a győztes a semmiből bukkant fel. Látom, szépen megszedted magad. Mind a ketten cukorfalat. Akkor is igazságtalan volt. Gondoltam, nem árt, ha tudod. Így már érthető, miért futott olyan remek időt a 22-es. Így megnyerhette, bár esélyesen volt. Fogadjunk, senki nem tett a 22-esre, így Sharon szép summát kapott. Gondoltam, jó mulatság lenne. Honnan tudhattam volna, hogy illegális? Szívesen szemet hunynék fölötte. Helyes. De pár lovas látta tegnap Pittel távozni a fogadóból. Versenybiztos volt, ahogy Stevie is. Veszélybe került a verseny tisztasága. Nézd, bejött nekem némi kis pénz. Boldogan adakoznék valami helyi szervezetnek. Sajnálom, de értesítenem kell a rendőrséget. Tudom, hogy veszi ki magát, de... Gondolom, most egy nagy majomnak gondol. Igen, egy óriási majomnak. Sajnálom, szemet hunynék felette, de... Elnézést, emberek! Kaphatnék egy kis figyelmet? Mint bizonyára sokan tudják, barátságos fogadásokat kötöttek a versenyre. Ez illegális. Igen, nem lett volna szabad. Ebből következően ma nincs győztes, és mindnyájan csak az idejüket vesztegették azzal, hogy idejöttek. És ezt nagyon sajnálom. De arra is felhívnám a figyelmüket, hogy a fogadás kötéseket a törvény tiltja. Így mielőtt feljelentenénk a bookmakert, szeretném, ha megfontolnának két dolgot. Először, aki fogadást kötött, visszakapja a pénzét. Másodszor, van egy listám az összes lovas nevéről, a segítőkről és a fogadókról, akik ma átlépték a határt. Ha visszakérnék a pénzüket, csak keressenek fel. Köszönöm. Igaz ez? Megbuherálták a... Hogy szerezted meg a listát? Milyen listát? 10 000 méter, 40 milliméteres műanyagcső, 200 darab könyök csatlakozó. Öt perc és eltűnök. Átvágtad a barátaimat, a szomszédjaimat, akikkel együtt dolgozom. És ehhez felhasználtad a nevemet. Most pedig mented az írhádat. Remélem, a pénz megérte. Nem a pénz volt a lényeg. Persze. Csak jól akartam érezni magam. Emlékszel, milyen az? Még te is mulattál néha, mielőtt Mrs. Elegáns rájellettél. És mi van a lovasokkal? A semmiért versenyeztek, azt hiszed, ez jó mulatság? Nem tehetsz meg minden büntetlenül, felelősséget kell vállalnod. Sharon, jó példát kell mutatnunk a gyerekeinknek. A fiam tudni sem akar rólam. Hetente hívom Lee-t, de szóba sem áll velem. Nem az anyja vagyok, csak egy nő, aki eldobta. De ezt eddig miért nem mondtad nekem? Na persze, te és a tökéletes kis életed, a tökéletes házadban, a tökéletes családoddal. Elmondjam, hogy nincs senkim és semmim. De Sharon, barátok vagyunk. Mindig kiáltunk egymás mellett. Felajánlottam a kölcsön. Igen, ez igaz. És közben leereszkedően bámulsz. Oh, ez nem igaz. Csak leégetlek mások előtt. Hidd el, felfogtam. Ostobaságokat művelek, és nem vagyok olyan finom,